Németh Károly a szakmai szervezője az első Michelin a pécsi csúcstámadásnak. Mennyiben különleges ez a verseny, hiszen viszonylag rövid távon nagy szintkülönbséget kell leküzdeni a versenyzőknek? Hát hasonló jellegű futásokra Európában már jó néhány helyen van példa, sőt hazánkban is kísérleteznek meredek hegyre való felfutással, de olyanra, hogy egy adott városon belül legyen ilyen hegyrefutós verseny, erre még nem volt korábban példa. Mennyiben igényel ez speciális, különleges felkészülést, hiszen a táv nem tűnik soknak, 16 kilométer, de azért van egy komoly szintkülönbség. Milyen jellegű felkészülést igényel? Hát mindenképpen alapos felkészülés, tehát ezt a távot és ezt az útvonalat csak olyanoknak merjük ajánlani, akik egyébként rendszeresen futnak, ha nem is profi atléták, de azért ez napi felkészülést mindenképpen feltételez. Én magam bevallom őszintén, hogy nem teljesítettem a távot, de atlétáktól tudom, hogy ennek a távnak a teljesítése ezen az útvonalon felér egy maratonfutás teljesítésével. Azt lehet-e tudni, hogy az atléták körében van-e már olyan, aki kifejezetten ilyen versenyekre specializálódott? Hallottam róla, hogy elsősorban nyugaton vannak olyan szakosztályok, ahol már erre specializálódott sportolók vannak. Nyilván nálunk elsősorban azok, akik a földrajzi adottságukból fakadóan, a lakóhelyük földrajzi adottságukból fakadóan kénytelenek hegyre is futni, ők lesznek azok, akik ebben előrébb végezhetnek. Első alkalommal kerül sor a csúcstámadásra, a csúcsfutásra. Mennyire sikerült megszólítani az atlétákat? Én úgy érzem, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Mind az amatőr, és most idézőjelben mondtam az amatőr atléták körében, mind pedig a profik részéről. Ez nagyon örömünkre szolgál. Én úgy gondolom, hogy első alkalommal egy ilyen mezőnyt összehozni, ahol olimpikonok, korábbi nemzetközi maratonversenyek győztesei, magyar bajnokok szerepelnek, ez mindenképpen siker, és azt mutatja, hogy érdekli az atlétákat ez a fajta futás. Abban reménykedünk bevallom őszintén, hogy ha sikerül a rendezés és az időjárás is kegyes lesz hozzánk, akkor jövőre még több neves atlétát üdvözölhetünk ezen a versenyen. Mit tegyenek azok az amatőr atléták, akik azért ennek a kihívásnak nem mernek nekiállni, nekivágni? Semmiképpen ne induljanak el, nevezzenek a Decathlon Hauni PT-e tükefutásra, amely ugyancsak a Széchenyi térről, ugyanabból a versenyközpontból indul majd, ez 4,2 km, gyakorlatilag a pécsi történelmi belvárosba jelöltünk ki egy pályát, ahol két kört kell teljesíteniük. Ez sem könnyű, de úgy gondolom, hogy ez nagyon sokak számára teljesíthető. És lesz futónap a családoknak, gyerekeknek is? Természetesen, hogy ne maradjanak ki a legkisebbek sem, és a családok sem, így nekünk is szerveztünk külön futamokat. A legkisebbek kezdik majd a szombati programot, délután 2 órakor indul majd a törpefutás, ezt követi a családi futás 2:30-kor és 3 órakor rajtól majd a tükefutás, ami az imént említett 4,2 kilométert takarja. A nap fénypontjára pedig 15:30-tól kerül sor szombaton a Széchenyi térről. Én azt kértem a pécsiektől, hogy fogadják szeretettel ezt a programot, legyenek belátóak és türelmesek, és szurkoljanak ez a 3 üzenete valóban a mai sajtótájékoztatónak. Ugye türelem, mert lesznek bizonyos zárások, részleges vagy egész útlezárások a verseny folyamán, tehát ebben mindenképpen megértést szeretnék kérni, és persze türelmet is, amikor esetleg várni kell az autóban, vagy egy picit nem tudnak olyan gyorsan adni, mint ahogy tervezték. És miután ugye egy induló rendezvényről van szó, tehát ilyen még nem volt korábban a városban, jó lenne, hogyha minél többen tudnának kiállni, szurkolni, buzdítani a versenyzőket, jó hangulat a verseny legyen, később is szívesen jönnek vissza a versenyzők ebbe a városba, vagy még többen tudjanak indulni, hiszen nyilván első alkalommal egy 100 fős indulást a profi mezőnyben, és most csak a csúcstámadásról beszélek, az egy jó szám, reméljük, hogy el fogjuk érni. A többi kategóriában, tehát a kisebb távokon, ott pedig arra számítunk, hogy tömeges részvétel fog történni mind a pécsek, mind a nem pécsek részéről.